Sikeres szezon, népszerű volt a balatoni hajózás. Láthatatlan valóság, a látássérült emberekre hívták fel a figyelmet. Tudatos településfejlesztés, 600 millió forintból szépült meg hetes. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Sikeres nyári szezon zárta a balatoni hajózási ZRT, a jó őszi időnek köszönhetően pedig tovább nőtt az utasszám. A Bahart október elején elérte a 2 milliós utasszámot. A kompok 1,3 millió utast szállítottak eddig, a személyhajókra pedig 700 ezeren váltottak jegyet. A kompok minden nap közlekednek Szántódrév és Tihanyrév között, a személyhajók pedig hétvégente járnak az őszi menetrend szerint. Elértük a 2 millió utast, ráadásul több mint egy héttel korábban, mint 2022-ben, amikor pedig számos rekordot állítottunk föl. Mindez azt jelenti, hogy a balatoni hajózás szolgáltatásai még népszerűbbek lettek idén, és a személyhajókon és a kompokon egyaránt egy többlet utasszámot tudtunk regisztrálni. A kompokon ez nagyjából egy 1%-os, a személyhajókon egy 3%-os többletet jelent 2022-höz képest. Minek köszönhető az emelkedés? Azt gondolom, hogy a folyamatosan emelkedő szolgáltatási színvonalnak, a sok-sok műszaki fejlesztésnek, az utasigényekhez igazított menetrendnek, és természetesen az időjárásnak és a Balatonra látogató nagyszámú turistának is köszönhető. Kerékpárosok mennyire veszik igénybe akár mondjuk a sétahajózás, vagy éppen a menetrendi hajózás adta a lehetőségeket, és hát a kompokat? Gyakorlatilag a legtöbben Szántódrév és Tihanyrév között kelnek át, és rövidítik le a Balatonkör, de nagyon sokan személyhajókat vesznek igénybe az átkelésre, így például Fonyód Badacsony, Balatonboglár Révfülöp, vagy éppen Balatonmária Balatongyörök átkelés is nagyon népszerű. Az idei évben 15%-kal növekedett a kompokon szállított kerékpároknak a száma, és több mint 20%-kal a személyhajókon. Úgyhogy azt gondolom, hogy valóban a kerékpáros turizmus kilőtt és megállíthatatlan. Gyakorlatilag már tavasszal több utast regisztráltunk, amikor pedig kedvezőtlen időjárás volt, most ősszel pedig elképesztő számok vannak, csak szeptemberben, a révekben, 10 000-rel szemben ez a tavalyi szám, 18 ezeren közlekedtek kerékpárra. Nem csak a nyár volt forgalmas a balatoni hajózási ZRT számára, hanem az ősz is. Mennyire kedvezett az időjárás, akár mondjuk a sétahajózásnak, a menetrendi hajózásnak? Nagyon szép idő van, és ez meglátszik valóban az utasszámokon, nem csak a kerékpárosok száma, hanem a menetrendi hajókon és a sétahajókon is sokkal több utast regisztráltunk. Ez azt jelenti, hogy népszerűek ezek a programok, és azok az egyedi programok is, mint például a kulthajó kezdhelyen, nagy népszerűségnek örvendett. De a szezonnak még nincs vége, két hétvégén még várjuk az utasokat a kiemelt útvonalakon, a menetrendi hajókon és a kiemelt kikötőkben a sétahajókra, de lesz még például Halloween hajó, Mikulás hajó, vagy éppen olyan települési programokhoz is csatlakozunk, mint Szigligeten és Tihanyban rendezett különböző fesztiválok. Ezek a programok mennyire vonzák a vendégeket, akár mondjuk a másik partról érkező vendégeket? Azt látjuk, hogy az ősz folyamán nagyon nagy igény van a programokra, és hogyha kombinálni lehet egy jó kis települési programot egy hajózási élménnyel, akkor valóban erre nagy-nagy igény van az utazó közönség részéről. Úgyhogy mi tovább fejlesztjük ezeket a programokat, és természetesen jövőre már az új hajók is bekapcsolódnak majd ebbe a munkába. De a nyár sem telt el programok nélkül, nem csak a Balatonparton, hanem a vízen is kínáltak lehetőségeket. Lehetne sorolni akár a bulihajót, akár a gyermekeknek szánt varázshajó programokat. Mitől különlegesek ezek az események? Így van, tavasszal és ősszel főleg egyedi programhajóink vannak, ezek sport, kulturális, buli és egyéb rendezvények, nyáron viszont tömegesen, hetente sok-sok indulással indulnak. Egyébként 9 kikötőből a programhajók, valóban varázshajók és bulihajók. Az idei évben több mint 30 ezeren váltottak jegyet ezekre a programokra, úgyhogy a népszerűség az töretlen volt az idei évben is. Azt gondolom, hogy valóban, aki a Balatonra ellátogat, az valamikor csak egy normál, sima sétahajós, vagy éppen egy naplementés programra vágyik, de valamikor egy ennél intenzívebb élményre is, úgyhogy a családok alapvetően a gyerekeknek szóló varázshajó programot keresik, a felnőttek pedig az esti bulihajókra látogattak el idén is. Ezek a szolgáltatások jövőre is elérhetők? Természetesen, és fejlesztjük őket a továbbiakban is, és természetesen majd újdonságokkal is készülünk, de erről majd annak idejében fogunk beszámolni természetesen. Az elmúlt időszaknak az újdonsága volt a többi között az online jegyvásárlás. Mennyire vált ez már bevett gyakorlattá?
az idei nyári szezonban. Így van, a tavalyi évben a szezon elején indultunk el az online jegyvásárlással, így az idei évben már az év egészében online meg lehetett vásárolni a jegyeket, és bizony azt látjuk, hogy tovább nőtt ennek a használata. Ez gyakorlatilag az idei évben már 70 ezer utast jelent, akik előre online vették meg a jegyüket, így biztosítva egyébként például a programhajóra a megfelelő helyet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a további években is tovább fog növekedni, azon leszünk különböző akciókkal, promóciókkal, most például az őszi időszakban is, hogy minél többen így tegyenek és vásároljanak online a jegy.bar.hu-n. Ugye most itt vagyunk a telephelyen, a legtöbb hajó már mondhatjuk azt, hogy téli pihenőre vonult. Milyen menetrend szerint közlekednek és mikor a hajók és a kompok? Gyakorlatilag hétvégén járnak a menetrendi hajók és a sétahajók. A többi hajó már valóban itt van és készül a következő szezonra. A kollégák is ezen dolgoznak. A kompok viszont folyamatosan minden nap közlekednek. 6 óra 40 és 19 óra között egy 40 perces indulással indulnak, de természetesen, amikor a forgalom igényli, és például a hétvégék tipikusan ilyenek, akkor további hajók állnak szolgálatban, és gyakorlatilag folyamatosan megyünk. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, a magyar mint idegen nyelv és a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2023-2024-es tanév őszi érettségi vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal. A vizsgákat az erre kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik meg. A jelentkezési adatok alapján az idén ősszel 193 intézményben várhatóan 20.524-en érettségiznek. A lebonyolításban 247 érettségi vizsgabizottság működik közre, írták. Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. 2023 első háromnegyed évében 193 lakástűz keletkezett Somogyban, négyel több, mint 2022 első 9 hónapjában. 41 alkalommal a kéményben keletkezett a tűz, de gyakori volt, hogy a konyhában, a hálóban, padláson, továbbá a tárolóhelyiségekben csaptak fel a lángok. A legtöbb lakástűz elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtés hibáira, főzésre vagy dohányzásra vezethető vissza. Az első három negyed évben a tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 8 lakástűz után indult tűzvizsgálat. Tavaly a lakástűzek következtében 12 ember sérült meg, két emberen pedig már nem lehetett segíteni. 2023-ban 5-en sérültek meg, azonban senki sem vesztette életét lakástűzben. A tűzzel érintett lakások egyikében sem használtak füstérzékelőt, pedig ezek a készülékek a tűz keletkezésekor szinte azonnal jeleznek, amikor még van idő cselekedni. Idén is megszervezi a falugondnokok képzését a Somogy vármegyei önkormányzat. A tervek szerint a falugondnoki és tanyaggondnoki képzést november 1 és 2024. január 31 között bonyolítják le, majd záró dolgozat következik, ezt követően pedig Kaposváron záróvizsgát kell tenni 2024. február 28-áig. A képzés 170 órából áll, melyből 52 óra elméleti és 118 óra gyakorlati oktatás. Az elméleti oktatás helyszíne Kaposvár lesz, a vármegye háza épülete, a gyakorlati oktatás helyszíne Somogy vármegye valamely településén lesz majd a képzővel történő egyeztetés szerint. A képzéssel kapcsolatosan a vármegyei önkormányzati hivatalnál felvilágosítást Skrinyár Judit aljegyző tud adni. A fehérbotos közlekedést és a sötétben való tájékozódást is megtapasztalhatták a gyerekek a Vakok és Gyengén Látók Somogy megyei egyesületének programján. A civil szervezet idén is megszervezte Láthatatlan Valóság elnevezésű érzékenyítő eseményét, amelyen az általános iskolások megismerhették, hogy miként élik mindennapjaikat a látássérültek. Ebbe, ha belenézel, akkor csak egy ilyen kis pici területet látsz a szemed előtt. Nyugodtan, ne féljél tőle, fogjad meg! A csőlátást és a szürkehályok betegséget is megismerhették a gyerekek a szimulációs szemüvegek segítségével. A diákokat több állomáson várták feladatok a kaposvári Takács Gyula könyvtárban, ahol 11. alkalommal szervezett érzékenyítő programokat a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei egyesülete.
Bemutatjuk, hogy a látássérültek milyen eszközöket használnak, illetve milyen nehézségeik vannak, ezt szimulációs szemüvegek keresztül be tudjuk mutatni, ezzel a szimulációs szemüvegekkel feladatokat tudnak elvégezni. Hoztuk a Braille-írásunkat, amit most már elég sokan ismernek, de talán még nagyobb hírt szeretnénk várni, illetve fehérbotos közlekedést tudják kipróbálni a gyerekek, jó idő van, ezért ki tudunk menni az udvarra, és lefedett szemmel, átélve a helyzetet, be tudjuk mutatni a fehérbotos közlekedést. Ha a B betűt szeretném, akkor ide rakom a pontjaimat, és akkor A, A, B. Ennél az állomásnál a Braille-írást ismerhették meg a diákok. Egy másik teremben pedig a látássérült Nelly azt mutatta be, hogy milyen eszközökkel és hogyan dolgozik a konyhában. Mi sem vagyunk ufók, és ugyanúgy ellátjuk a feladatainkat, csak kicsit talán lassabban és más módszerekkel, mint az épp emberek. És ezt szeretném így menne a gyerekeknek. A gyerekek egy vakvezető kutyát és gazdáját is megismerték. Általában van rajta csengő, amivel jelzi, hogy hol van a gazdájának, jelzi. Hát meg etetnünk nem szabad, és simogatnunk sem. Mit tudnak ezek a vakvezető kutyák? A gazdájuknak segítenek tájékozódni az utcákon, például a zebrákon, hogy mikor tudnak átmenni. És hogy ne lépjenek bele kisebb-nagyobb gödrökbe vagy akadályokba. A Fehér Bot napjához közeledve szervezte meg idén is a Láthatatlan Valóság elnevezésű programot a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei egyesülete, amelynek tagjai gyakorlati tapasztalataikkal mutatták be mindennapjaikat a diákoknak. A Magyar Honvédség legújabb alakulatához, a Klapka György első páncélos dandár második lövészászló aljához csatlakozhatnak azok, akik hétfőn kötöttek szerződést a honvédséggel a kaposvári laktanyában. A mintegy 50 újonc több hetes alapkiképzésen vesz majd részt, ahol megtanulnak lőni, gránátot dobni, robbantani és a terepen tájékozódni. Kátai Róbert, az 5. területvédelmi ezred, ezredparancsnok helyettese elmondta, olyan alapkiképzéseket tanulnak meg a kiképzés során, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szakkiképzések során Kaposváron lövészkatonaként teljesíthessék a szolgálatukat. Tudatos tervezés, folyamatos fejlesztés jellemző a Somogy vármegyei 7-es községre. Az elmúlt néhány évben több mint 600 millió forintnyi beruházás valósult meg a településen, amellyel a térség egyik fiatalok által kedvelt községévé vált. Igen. Ögött. A Keszi család nagyon szeret a faluban élni, a település természeti adottságainak és a helyi szolgáltatások széles palettájának, valamint magas színvonalának köszönhetően. Minden megtalálható, ami a városban is, óvoda, iskola, bölcsöde, gyógyszertárházi orvos, posta, patika és a természet. Tehát, hogy nem a benzingőzös játszótéren vannak a gyerkőcök, hanem kimegyünk az udvarra és friss levegőn. A település központjában található lakópark 7 hektáros területe közművesített, térkőburkolattal fedett. Az önkormányzat állami támogatások segítségével tette vonzóvá az addig alig lakott és kihasználatlan területet a családok számára. A kormányzati támogatások segítségével sikerült elindulnunk egy fejlődésen, ami alatt értem azt, hogy a Magyar Falu program keretében az két utcát is sikerült felújítanunk 56 millió forint értékben, BM támogatás a másik két utcát sikerült felújítanunk szintén hasonló 50 millió forintos összköltséggel, ami lehetővé tette arra, hogy az infrastruktúránk teljessé váljon. Mert hittük azt, hogy a 2000-es válság óta a falu közepén álló lakóparkot, hogy be tudjuk népesíteni, mert nagyon üres volt. Gyakorlatilag 2-3 ház állt rajta, illetve 2 sorház. Mára mind a 36 építési telek gazdára talált, 11 épületbe már be is költöztek az új lakók. A lakóparkban bölcsöde és 300 négyzetméteres új óvoda is rendelkezésre áll. Az óvodát 2021 végén adták át, a létesítmény 150 millió forint beruházás révén valósult meg. A tervezés és az építés során figyelembe vették az óvodai dolgozók véleményét és javaslatait is.
Mondhatnám azt, hogy a padozat kiválasztásától a metlaki csempek kiválasztásáig a függönyök, a falak színe, sőt, mikor az első meszelés fölment, akkor elhívtak megnézni, hogy tényleg ilyent gondoltál, így szeretted volna. Mondom, igen, ilyent gondoltam, így szerettem volna. Úgyhogy mindenbe az utolsó fölvonásig. A községben évről évre emelkedik a gyerekek száma. Az intézményvezető szerint ez a számos alternatív lehetőségnek is köszönhető. Az angol és a német tanulása mellett sakk, báb és rajzszakkör, bibliaóra, valamint logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelés is várja a kicsiket. Fordíts csak el egy kicsit, nézd meg, jó? A térség országgyűlési képviselője szerint az utóbbi évek tudatos fejlesztéseinek köszönhetően egyre gyarapodik a falu, és egyre magasabb a szolgáltatások színvonala hetesen. A település vezetőinek döntését visszaigazolja a lakosság szám alakulása, hiszen nem csökkent, sőt növekedésnek indult, többen választották otthonul ezt a települést, köszönhetően annak, hogy a Magyar Falu Program segítségével az utóbbi esztendőkben mintegy 600 millió forintnyi fejlesztés valósult meg a településen. A település mindent megtesz lakosság megtartó és népességnövelő képességének érdekében. Élve a kormányzati lehetőségekkel és támogatásokkal, jelenleg is egy 250 millió forintos beruházás zajlik a településen. Sikeres szezon, népszerű volt a balatoni hajózás. Láthatatlan valóság, a látássérült emberekre hívták fel a figyelmet. Tudatos településfejlesztés, 600 millió forintból szépült meg hetes. Friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Ennyi fért mai híradónkba, tartsanak velünk holnap este is, viszontlátásra, kellemes időtöltést!